Üdvözlök mindenkit, és szintén köszönöm a meghívást. Még itt a pénteki napon, sőt nem a pénteki, még a csütörtöki napon gondolkoztam, hogy egészen más előadással kellett volna készülnünk, de aztán rájöttem, hogy tulajdonképpen amit szeretnénk elmondani az iskolánkról, hogy hogyan élünk, illetve miket csinálunk, az megfelel annak, amit elhoztunk. Mi a Pécsi Mihály építőipari technikum vagyunk, most már mi is technikumként létezünk. A elnevezés szerintem is leginkább illeszkedik a tevékenységünkhöz. És hát nálunk is van sokféle képzés, magasépítő, mélyépítő, műemlékfenntartó szaktechnikus ugye az építőipari ágazatban, illetve van még nálunk faipari technikus és épületgépész technikus is. Gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy hál' Istennek sok diákunk van, 5 osztállyal indultunk idén is, lassan kinőjük az épületet, amiben létezünk, úgyhogy gondolkozunk azon, hogy hogyan lehetne még bővíteni, hiszen eredetileg 2+1 osztály volt, és most már 4. éve 5 osztállyal indulunk, még jön a jövő, már Csilláron is diákok lesznek. És hát, hogy kicsit a műemlékes képzésünkről is beszéljünk. Mosolyogtam, amikor a kolléganő itt előadta az iskola történetét, mert mi régebbiek vagyunk. Annak idején az iskola magját képező épületrész az 1910-ben épült, és hát nem építőipari iskolának, hanem katolikus árvaháznak és iskolának, Terezianum volt a neve, ugye a Szent Anna templom mellett van a Varga utcában az épületünk, és így nézett ki egy ilyen kis szokványos századelei épület, egy hosszú utcai, udvari szárnya, és nem volt beépítve teljesen. És az egyik műemlékes képzésünk során földerítettük az iskola történetét, és egyik diákunk készítette ezeket a képeket. Rengeteg kép közül válogattam össze tulajdonképpen. Tehát 1910-ben volt egy ilyen kicsi épület, hogy itt az utca, elég széles telkünk van, és hátrafele nyúlt egy hátsó szár. Aztán ugye 49-ben alakult maga az iskola, egy évvel megint csak idősebbek vagyunk, és átköltözött ide ebbe az épületbe, és gyakorlatilag már akkor szűk volt, és elkezdték kibővíteni. Hát lehet látni, gondos műemlékes szemlélettel ráépítettek egy plusz emeletet, és meghosszabbították teljes utca hosszában. Tudnék róla szép képet mutatni, lapos tető, ahogy kell, tehát minden. A hátsó rész az megmaradt. Majd a 80-as években további bővítések történtek, ugye egy tornaterem, műhelyszárny, megemelték a végén a hátsó épületszárnyat is, tehát ami a legrégebb, legtöbb megmaradt részletet tartalmazta, az is már nagyobb, ráadásul elkezdték új szárnynak nevezni, tehát teljesen összekeveredett minden. És a végén 94-ben kapott még egy tetőtér ráépítést is. Tehát ami egy műemlék jellegű épülettel megtörténhet, az megtörtént vele. Hál' Istennek épületként működőképes, tehát a karbantartása, illetve a belakása az abszolút maximális mértékben megtörténik ma is. És hoztam egy képet, hogy a legjobb tulajdonsága az iskolának az, hogy bent van a belváros közepén. Hát nem tudom, hogy innen meg tudom egy célozni, de nagy templom, a kis templom, ugye református, itt ugye a Szent Anna templom, a katolikus templom, ugye annak volt itt az árvaháza, amit hát valamilyen kézen közön az állam elkonfiskált, és ide helyezte a mi képzéseinket. Tehát maga egy kis történelem a mi iskolai épületünk is. És hát így néz ki, most 2020-ban történt egy homlokzat felújítás, ahol igyekeztünk megőrizni azokat a részleteket, építészeti részleteket, amik,
amik megmaradtak az épületen, bár került rá 16 centi hőszigetelés, de azért a díszeket azt kiebb hoztuk. Tehát gyakorlatilag, ami látszik rajta, az új díszítés, de a régi alapján készült. És hát ugye kérdés az, hogy az ember hogyan választja ezt a szakmát, és milyen képzési rendszerünk van. Nem akarok nagyon túlzásba esni, de ugye a legutolsó változata a képzési rendszerünknek, annak a vázlata látszik itt. Tehát első két évben van egy ágazati alapképzés, ami minden szakmában ugyanaz, mármint hogy a építőipari ágazaton belül, majd pedig jön egy két éves képzési szakasz, amikor elvileg duális képzésben kellene dolgozni. Na most, hogy 100 gyereket duális képzésben elhelyezni úgy, hogy közben a legnagyobb építőipari vállalat, ami Debrecenben van, az összesen 100 főt foglalkoztat, és az sem fizikai dolgozó, valami 5 vagy 6 fizikai dolgozó van. Egy nagyon-nagyon szétaprózott iparágunk van. Hát küzdünk vele erősen, mondhatjuk. Pedig lenne ennek rációja, és ugye van egy technikusi évfolyamunk, amikor már ugye a végső vizsgára készülnek. Ugye van nálunk is két éves képzés, tehát gyakorlatilag érettségivel tudnak hozzánk jönni. Van egy ágazati alapvizsga, nem fárasztanám a társaságot a részletekkel, de a lényeg az, hogy megvan ennek a rendszere. Én azt mondom, hogy még jó is lehetne, csak össze kell rázni jobban, és akkor nálunk is ugye technikusi vizsga után lehet műemléki fenntartó technikusi képzettséget szerezni, aminek én, ahogy Józsa Tamás említette, hogy előfeltétele az a magasépítő technikusi végzettség, én nem tartanám ezt feltétlenül szükségesnek, mert hogy vannak érdeklődők más irányokból is, és amikor megtudják, hogy jaj, akkor technikusit is meg kell, akkor nem, és így nehéz indítanunk újabb évfolyamokat. Pedig én azt mondom, hogy mint ahogy az egyetemi képzésnél is látjuk, a műemlékes alapokhoz nem szükséges, vagy műemlékes ismeretekhez nem szükségesek feltétlenül építészeti alapok. Persze igen, azt egy kiegészítő tantárgyban simán el lehet helyezni. Nyilván nem tervező építészek lesznek azok, akik ezzel foglalkoznak, de egy affinitást lehet szerezni. És hát hogyan szerzünk diákokat, az is lényeges, és hát mindenféle kiállítások, nyílt napok, kiköltözések, stb. Tehát rengeteg munka van. A mi centrumunk ezt nagyon erőlteti is. Volt már olyan, hogy azt mondtuk, hogy most már akkor szeretnénk tanítani. Tehát annyi ilyen kitelepülésünk volt, hogy a munkákat nem tudtuk végezni. És akkor itt adnám át a szót diákunknak, Zsuzsinak. Jó napot kívánok, köszöntök én is mindenkit. Köszönöm szépen. Én az egyik szeletavítólában rendezvényen ismerkedtem meg az iskolával és az építőiparral. Nagyon megtetszett ott, ahogy láttam a kész épület terveket, a folyamatot és a maketteket, illetve az ott kint lévő tanárok és diákoknak a személyisége csak még jobban felkeltette az érdeklődésemet az iskola és a szakma iránt is. Minél jobban beleláttam abba, hogy hogyan is tanítanak, milyen eszközöket használnak és hogyan hozzák közelebb a szakmát a diákokhoz, én annál biztosabb voltam abban, hogy ez az én utam és hogy én ezt szeretném csinálni. Különböző lehetőségeink vannak a szakma tanulására, megértésére, illetve továbbfejlesztésére. Korszerű tanműhelyekbe tanulhatunk az intézményben, és szimulátorokkal tudjuk a képességeinket fejleszteni. Van lehetőségünk külföldi tanulmányi útra az Erasmus Plus keretein belül, ahol bővíthetjük tudásunkat a külföldön lévő technikai újításokkal, és megismerhetjük az ország kultúráját. Az iskolai diák élet a Pécsiben. Személyes tapasztalatom alapján nagyon jók az osztályközösségek, a tanár-diák kapcsolat és az évfolyamok közötti kötelék. A diák önkormányzatnak különböző programjaik vannak a diák élet felpesdítésére és
összekovácsolására, ilyen például az első savató, a Pécsi nap, a karácsonyi műsor. Vannak olyan programjaink is, ahol a diákok hallhatják hangjukat és kimondhatják véleményüket az intézmény vezetőinek, és választ kaphatnak az iskolával kapcsolatos kérdésekre, ilyen a diák közgyűlés. Én 6. éve járok ebbe az iskolába. 2017. szeptemberében kezdtem meg a tanulmányaimat a Pécsiben. Ez alatt az 5 év alatt leérettségiztem a digitális oktatás alatt, és elvégeztem a mélyépítő technikus képzést. Emellett lehetőségem volt itt OK és bizonyítványokat is szerezni, mint targoncagépkezelő, földmunkagépkezelő, emelőgépkezelő és digitális műszaki rajzolóként is. A végzős évemet az iskolának a legmagasabb kitüntetésével zártam, ez volt a Pécsi plakett, illetve én mondhattam el a végzős beszédet is az évfolyam társaim nevében. Ezeket a sikereket kisebb részben az általam befektetett munkának, nagyobb részben pedig a tanárok, illetve az iskolának a segítségével érhettem el, és most a második szakmámat csinálom, ami pedig a magasépítő technikus. Köszönjük. Csak annyi hozzáfűzésem lenne ez a munkagépkezelő dolgokhoz, hogy ez nem tartom ördögtől valónak, csak a probléma az volt, hogy évközben kellett ezt abszolválni. Ha egy nyári gyakorlat keretében, egy 3-hetes intenzív kurzusban lent volna ez, akkor szerintem sokkal hatékonyabban lehetett volna ezt kihasználni. A mostani képzési rendszerünkben viszont már nincs benne ez a munkagépkezelő dolog. Meglátjuk. Viszont felszerelést meg szereztünk hozzá, tehát nagyon jó. Itt a mellékelt képeken ugye még néhány diákcsoport látszik itt a műhelyeinkben, illetve egy kiállításról láthatunk képeket. És ami viszont szerintem a szakmai szervezetek nagyon szétaprózott duális képzésével szemben jó lenne, mi nálunk is, ahhoz van egy kapcsolatunk, egy kapcsolódási pontunk. Az Erasmus Plus program segítségével, annak keretein belül, évek óta, tehát 2005 óta, ha jól emlékszem, jár az iskolánk egy németországi településre, Glauhau nevezetű településre. Ott van ő, mert megraktam ezt a kis térképet, ugye Csehország, valahol ott van Prága, meg van egy talán kicsit ismerősebb, a tapasztalt fiatalok számára ismerősebb település, itt a szomszéd kisváros, úgy hívják, hogy Zwickau. Nem tudom, hogy ismerőse. A Trabant. Ott is van egy egyébként idén áprilisban voltam én is személyesen először ezen a kis túrán. Ez egy 3 hetes képzés egyébként a képzőközpontban, és nyilván ott is voltak ilyen utazások. Hát menjünk el Zwickauba, szervezett program. Hát nézzük meg a belvárost. Egy tündéri kis 100 település, 12. századi kereskedőházakkal, gótikus templommal, a belváros az csodálatos, egy tenyérnyi kis városka, de én azt mondom, hogy mindenképpen érdemes elmenni. És van egy autómúzeuma, hát Trabant autó, rendkívül fantasztikus, tudnék egy órát, másfél órán keresztül mutogatni képeket, hogy milyen autók vannak ott. Gyakorlatilag a német autógyártás egyik kezdeti központja, ami hát NDK-ban maradt, és ezért lett belőle Trabant, és a rendes autós cégek, mint az Audi, meg a nem is tudom, a Porsche itt kezdett el dolgozni Zwickauban. Tehát azoknak a gyökerei itt vannak, de maga Glauhau is egy kellemes kisváros. Ami ez a fénykép, ez a fogadásunk utáni napon történt, vagy készült, és néztük azt, hogy mik ezek a tégla kis nyílások a közösségi helységben. Aztán rájöttünk nagyon hamar, mert egy kicsit oldalra nézve
lehetett látni, hogy egy ilyen ovális alagút kapcsolódik hozzá. Bizony, ez egy klasszikus tégla égető kemencéből van kialakítva ez a közösségi tér. A kemencének egy részét lebontották, más része modern belsőt kapott, de meghagyták ezt a karéját, hogy emlékeztessen az eredeti épületre. És hát itt egy nagy csarnokban vannak a különböző gyakorlati képzések. Hát itt éppen valamilyen csatorna rendszert építettek a fiatalok. Ez már a befejező fázis, valamikor hétfőn elkezdték, ez olyan csütörtök környéke. Itt már a maga csőrendszer is kiépítésre került. Ugye eredetileg a kis csatorna tisztító aknákat falaszták, igen. És jó, akkor erről nem raktam be több képet. Lehetett volna a legnagyobb élmény mi volt, amikor el kellett takarítani, és kalapáccsal szét lehetett verni az egészet. Nem normál téglával dolgoztak, hanem ilyen lükő jellegű, tehát erősebb téglát használtak. Aztán következő héten útburkolati gyakorlat volt. A kis pici kis helység, ahol a homokozó van, az így nézett ki. Tehát mindenki tudja, hogy itt nálunk akár régebben, akár ma milyen körülmények között van a gyakorlati oktatás. Hát ha lenne nálunk ilyen, élveznék a diákok. Egyik diáklány mondta, amikor a harmadik hét véget ért, hogy hadd maradjon még egy kicsit. És 3 hete nem volt otthon. Tehát ez csak maga a, hát én homokozónak nevezem, az a tér, ahol egyébként 1 méteres mélységben tudnak különböző csatornázási munkákat is gyakorolni. Tehát le lehet ásni, vannak erről fényképek, de hát nem megyek bele. És akkor itt mindenkinek volt egy kis munkaterület, egy párosával dolgoztak, vagy hármasával, mikor, hogy. És akkor ugye megfelelő terv szerint létrehozták a útburkolatokat. Ugye a lányok azok külön szívecskés verziót gyártottak ebből. És hát volt unatkozó idő is a csövekből, amikor föl voltak halmozva, abból készítettek mindenféle figurát. És még a korábbi években, még mielőtt nálunk bejött volna az, hogy targoncagépkezelő meg izé, azelőtt a kollégák látták itt Glauhauban, hogy bizony vannak ilyen szimulátorok, tehát nem kell feltétlenül a gépet magát beszerezni, hanem szimulátoron lehet gyakorolni mindenféle munkálatot. Ráadásul ugye föl is lehet borítani ezeket, tehát lehet, amikor a gépet fölborítja az ember, az a legnagyobb élmény. Meg nyomja a gázt, nem megy tovább, nem megy tovább. Miért nem megy tovább? Hát neki ment valami határoló elemnek, az is nem semmi. Nehéz egyébként, tehát egy kész-szem koordinációt, sőt kész-szem-láb koordinációt igényel ezeknek a gépeknek a kezelése. Tehát nem egyszerű, én is próbáltam. Élvezték a fiúk, lányok mindezt. És hát persze versenyeken, pályázatokon is részt veszünk, mi is a építész diák konferenciának lelkes követői vagyunk. Valamikor 2010-ben mi is szerveztünk. Szerintem ideje lenne már a főnökeinket meggyőzni, hogy megint befektessünk. Ezt a képet azért raktam be, mert amikor én még kezdő tanár voltam, 2013 környékén, akkor volt az első ilyen turnus, akit én kísértem ki a konferenciát, sőt, nem is akkor még én nem voltam kísérő, de én készítettem fel őket. És a leányzó hozta ezt az ábrát, azt tudni kell, előttünk, a tanári előtt egy középfolyosó van, nagyon gyengén megvilágítva. És akkor mondtam, hogy hát csinált erről a patikáról egy kis rajzot, és akkor elővette, és néztem, hogy most egy A4-es lapra fölnagyított egy fényképet. Nem. Ez kérem szépen vízfestés, az egész úgy, ahogy van. És ugye azért van kinagyítva, mert még a feliratokat is szépen ilyen miniatűr, ilyen fél milliméteres betűkkel elkészítette. Úgyhogy ott láttam, hogy gondolkoztam rajta, hogy lehet kevés vagyok ehhez az iskolához, de vannak diákok, akik
akik többet tudnak a tanáraiknál. És hát persze vannak különböző vállalati bemutatóink, ugye itt éppen a faiparosok láthatók, hoppá, bocsánat, túl pörgettem, és a idősebb generáció, illetve az iskolát elhagyottak számára is vannak programjaink. Ez a Pécsisek baráti körének egy felvétele. Itt az iskolát nagyon sokáig igazgató, tavaly elhunyt kolléga látszik. Ő volt egyébként ennek a motorja, most egy kicsit alább hagyott, de főleg a Covid miatt is ezek az előadások, de szerintem lesz folytatása. És hát természetesen a diák életnek mindenféle programja megtalálható nálunk. Épületlátogatások. Most a színház 100-200 méterre az iskolánktól, ott a színháznak a felújítása. Nem akarok róla túl sok képet mutatni, de ugye a munkálatok közben lehet itt látni. Sokat lehetne rajta műemléki szempontból vitatkozni. Akár egy délelőttöt is megérne, vagy egy délután. És akkor lehet látni, hogy itt megnézték a zsinórpadlás, az a nagy fekete fölfele, egy olyan 20 méteres magasság körülbelül. És hát ott pont ezen a látogatáson láttuk az eredeti téglák, itt-ott előkerültek, ugye 1860-ban készültek a téglák. Ezek visszaépítésre kerültek, csak éppen ott ki volt bontva egy ajtó, ami bontás közben fölfordította ezeket, de több helyen találtunk ilyen téglákat a kivitelezés során. Hát röviden ennyit szerettünk volna mondani, köszönjük szépen a figyelmet!